Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves szülőt, nagyszülőt, barátot, testvért és hozzátartozót az Eszterházy Károly Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és alapfokú művészetoktatási intézmény ballagási ünnepségén. Rendezvényünk az elnökség bevonulásával kezdődik. Tájékoztatásul közlöm önökkel, hogy ha valaki esetleg rosszul érezné magát, itt hátul a Vörös Kereszt feliratnál orvosi segítséggel, illetve egy kis friss vízzel tudjuk orvosolni az esetleges problémát. Reméljük, hogy nem lesz rá szükség, de hogyha valaki mégis friss vízre vágyna, akkor itt a Vörös Keresztnél talál kollégát. Tisztelettel megkérném a kedves szülőket, hozzátartozókat, hogy a rendezvény ünnepi voltának megtartása érdekében legyenek olyan kedvesek kikapcsolni a mobiltelefonokat, illetve lehalkítani azt. Intézményünk szakképzős diákjai az egész rendezvényt végig rögzítik, ami azt jelenti, hogy napokon belül a ballagási díszünnepség az intézmény YouTube csatornáján, az intézmény Facebook oldaláról elérhető lesz. Lesz a rendezvénynek egy olyan része, olyan pontja, amikor át lehet adni a virágokat. Arra kérem a szülőket, hozzátartozókat, hogy csak akkor jöjjenek ide majd a ballagó gyerekekhez, jó? Köszönöm szépen a megértést, és most pedig tisztelettel felkérem az elnökség tagjait, hogy fáradjanak be, és ezzel elkezdődik gimnáziumi ballagási ünnepségünk. Tagjai. Sok szeretettel köszöntjük rendezvényünkön Juhász Tibor, tudományos kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes urat. Hollóné Bódi Katalin, Komplex Alapprogram Országos Központ Pedagógus és Továbbképző Központ igazgatóasszonyát. Tisztelettel köszöntjük Lékárdoni Kőházi Tímát, az Eszterházy Károly Egyetem gyakorlóiskolájának igazgatóasszonyát. Tóthné Szűk Erzsébet igazgatóhelyettes asszony. Bátori Gabriella igazgatóhelyettes asszony. Vincén és Sós Tünde igazgatóhelyettes asszony. Kolman Viktória, koordinátor hölgye. És köszönjük, hogy megtisztelte jelenlétével ünnepségünket Mezini Darabó Éva, a szülői közösség elnöke. Ballagási ünnepségünk első perceiben a ballagó osztályok bevonulása következik. Kérem, fogadják szeretettel a 12. A osztályt és osztályfőnöküket, Bíróné Uri Márta tanárnőt. Thank you.
És végül, de nem utolsó sorban köszöntjük a 12. C-osztályt és osztályfőnökeiket, Szót, Hedvig és Tücsné Bütteresztel tanárnőket, osztályfőnök helyettesüket, Gólya Tamás tanárura. A zászló behozatalával folytatjuk, majd ezután énekeljük el közösen a himnuszt. Tisztelettel megkérek mindenkit, hogy álljanak fel. Mielőtt elindulnál, ha
lesz. Hosszú út lesz, még száz vagy ezer év. Ki megmarad, aki lesz talán, mégis vissza olyan marad. Tisztelt vendégeink, kedves szülők! Boldizsár Eszter 11. A osztályos tanuló tolmácsolja, ezután Hívók Rebeka 11. B osztályos diákunk Szabolcsi Erzsébet Forrás legyen című versét szavalja el, majd Kocka Anézia 9. A osztályos tanulót adja elő Paja Bea Két világ című dalát. Fogadják műsorunkat sok-sok szeretettel. Iskolatársaitoktól, a tantermektől és egymástól.
Ezek a percek remek alkalmat nyújtanak arra, hogy gondolatban végigjárjátok az iskola termeit, folyosóit és minden helyet, ami számotokra kedves volt. Jegyezzétek meg iskolán minden részletét, az öreg tábla színét, a folyosói dekorációkat, a padfirkákat, és zárjátok szívetek azon csücskébe, amelyeket a kellemes emlékek megőrzésére tartotok fel. Kialakultak igaz barátságok, megtanultátok, hogy mi is az igazi versenyszellem. Emlékezzetek a felejtetetlen emlékekkel teli kirándulásokra, farsangokra, gólyatáborra és a diáktapokra. Jusson eszetekbe, ahogy a torkotokban dobogott szívetek egy-egy dolgozat írás előtt. Hát itt hagytok minket. Reméljük, hogy visszanéztek még, amint kiléptek ennek az épületnek a kapuján egyenesen a nagybetűs életbe. Kívánom nektek, hogy az itt eltöltött évek, az iskolai falai között megszerzett tudás, az élmények sokasága, a tanáraitok embersége, szeretete, elegendő, éltető erőt adjon a mindennapi kihívásaihoz, a helytálláshoz. Adi András uraival búcsúzom. A szárny megülött, üres álomrészek. Csak álomban a szép világ, s mint fecske, alkonyati szélben, a szárnyat kap egy sereg világ. Szabolcsi Erzsébet, forrás legyél. Forrás legyél, tiszta, átlátszó. Kristály szépségű cseppekből fakadó hideg és jó ízű erdő víz. Csörgedezz alá magas hegyek sziklái közül, kelj át méteres köveken, konok útvesztőkön, friss levegő hegyi régekben. Potok legyél, lágyan aláomló, hűvös érintésű, hideg sejmes vizettől kapjanak erőre a szomjas vadak. Kanyarok kövek között, podrozódó bárány felül kékege alatt. Zöld pázsit és őszi javar keretezzel, még tovább gördőz kalicsokat mosva, s lopott folyóvá peregésed. Folyó legyen, hatalmas hullámfodrokkal tova hőhőgő áradat, mely mindent megragad, magával sodor, míg meg nem érkezik az őt is elnyelő, végtelen tenger sírjába. Tenger legyél, nyugodtan hullámzó, beláthatatlan síkság, kiszámíthatatlanul változó, tajtékokat dobáló, vihartól felkorbácsol, szila jelű, hullám sír, vagy elcsendesült, sima víztükör. Óceán legyél, széles és hatástalan, kincseket rejtő, ringató mély bölcső, vég nélküli formátlan lehetőség. Pusztító, tomboló hőserő, roncsokat temető, kiismerhetetlen lépkedenség. Legyél víz, életet adó őselem, legyél tűz, vízzel is legyőzhetetlen, legyél levegő, minden beborító, láthatatlan, legyél szikla, szilárd, megingathatatlan, legyél forrás, potok vagy tenger, legyél te magad, legyél ember. Visszatér egy álmom, szárnyaim kitárt.
Folytatódnak az emelkedett pillanatok, most a 12. évfolyam búcsúja következik. Elsőként Nagy Zsófia, 12. A-osztályos tanuló szavalatát hallhatjuk. Horváth Marga Sándor, amit az Élettől akarok című versét mondja el, majd a ballagó osztályok közös búcsú beszéde következik. A végzős évfolyamok nevében Tari Eszter 12. B-osztályos tanuló köszön el. Ezután Barna Kinga és Verhelyi Brigitta 12. A-osztályos diákok Máté Péter Most élsz című dalát adják elő. Sándor, amit az élettől akarok. Remélni jót és alkotni szépet. Boldognak látni minden népet. Megetetni az összes éhezőt. Virágből ültetni a tarmazőt. És megröcsölni a siratagot. Ez mit az élettől akarok. Emlékezni arra, mi régen volt. Becsülve tisztelni az öreg kort, mert tapasztalást tanít jövőt. És erős, oltalmazott serdülőt. Hogy városokat ne fedjen el homok. Ez mit az élettől akarok. A vérnek legyen végre értéke. És nem kérdezve, hogy kértéke, csak adni magadból őszintén, hogy kísérjen a tudás, a fény, és gyermekek legyenek boldogok. Ez mit az élettől akarok. Kérem, legyen minden nap ünnep, hol könnyed, nem a fájdalmak szülnek, legyen hit, megértés, szeretet, béke, és az életnek van valódi értéke. Én büszke lehetek, hogy ember vagyok. Ez mit az élettől akarok. Tisztelt vendégeink, tanáraink, kedves diáktársaim! Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet, tanárt, diákot, hozzátartozó barátot a 12. évfolyam nevében. Engem ért a megtisztelő feladat, hogy a 2018. évi ballagáson a végzősök nevében búcsút versek iskolánktól, aminek teljes nevét 4 év alatt sikerült csak teljesen megjegyezni, és ami sokszor már második utónak betűnhetünk. Mérhetetlen köszönettel tartozunk szüleimnek, családunknak és természetesen minden tanárunknak, akik mindig teljes odaadással támogattak az évek során, fogták a kezünket, vezettek az úton, még ha nekünk ez sokszor nem is tetszett, és a legtöbbször magacsul bizonygattuk, hogy ez már pedig nekünk egyedül is mellett. Én négy szemről szólva halkan megsúgom, az esetek 99,9%-a közel sem úgy volt. A jövőben reméljük, bebizonyítjuk majd, hogy minden fáradozás, minden könny és felejték megérte, amit értünk tulajdonítottak 1000 évet alatt. Úgy érzem, nem lenne teljes a kép, ha nem mondanánk köszönetet egymásnak mi, diákok, a közösen szerzett emlékekért, a megismételhetetlen pillanatokért, amiknek szépségét pont az adja, hogy talán soha nem történnek meg újra. De nem bánom, hiszen így maradnak értékesek, hívának örökké a keszünkét. Mit jelent az, hogy utolsó? Csak annyit jelent, hogy sohasem felejtsd el a pillanatot. Állítjuk mindenképpen. Ha azt mondom, ki is emlékek, nagy esélye mindenkinek más kispépörög le a szem előtt. De ezzel szemben mégis bátran állíthatom azt, hogy ezekből az egyedi rendezésekből legalább egyetlen egy kipucka a 4 év alatt egy nagy események közül kerül ki. Legyen az egy szórakoztató újatából, egy mesébe élő keringő, egy izgalmakkal teli diáknak, a csodás olasz termékkor, vagy épp egy felejthetetlen gombavató. A lényeg, hogy ott azokban a pillanatokban valami olyan történt, amire 30 év múlva, ha nem is hangosan nevetve, de legalább egy halvány mosolyal az arcukon mondani majd vissza. Ezek között a falak között fereződtek fel tehetségek, addig nem ismert képességek, kötöttek élete szóló barátságok, alakultak ki szerelmek. Itt tiszkoltunk végig versenyeket, vagy térkedőket, az évek alatt rengeteg dologban volt esélyünk próbálni és megmérettetni magunkat, nyitott kapuk álltak rendelkezésre, hogy megtaláljuk önmagunkat, olyan dolgokat, amikben jól érezzük magunkat, és ne találtam minden mellett még jók is voltunk ezekben egy kicsit. Repül az idő, mint egy ólomszárnyú betonhogoly. Mondta egyszer Ködös Tibor humorista. Valami ilyesmiben fogban volt érzékelhető olykor az idő, mikor a büfében álltunk a hatalmas sorban, hogy végre egy kis ennivalóhoz juthassunk, vagy amikor csak ültünk lesokkolva a dolgozatok fele, és gondolatban már az erre kapott csodást okozta következményeken agyaltunk, olyan hátbaadandó fogja ezt kiváltani. Kedves diáktársaim, tanáraink, vendégeink! A hálásak vagyunk mindenért. Ez az
iskola befogadott és nevelt bennünket, és mi igyekeztünk méltónak lenni az Eszterházi néphez. Búcsúzóval kívánok mindenkinek szerető barátokat, szerelmet, sikert, elfogadott tanárokat és támogató családot. Ezekkel a gondolatokkal és Arany János bőrszavaival búcsúzok. Előtte a küzdés, előtte a pálya, az erőt nem csüggelt, az erős megállja. És tudod, az erő micsoda? Akarat, mely előbb vagy utóbb, de ma is jön tart. Brigitta, 12. C-osztályos végzős diákunk, Sárhelyi Erika a Félúton című költeményével. A vershez jól kapcsolódik Takács Tamás búcsúdala és a Palackba zárt idő című dal, az előadók Vanya Noémi és Lukács Boldizsár, 9. A-osztályos tanuló. Kántor B. Péter, tárt ki szív. A legnagyobb csoda, mit kaphattál élni. Titkos ösvényekre térni, bátornak lenni, kicsit félni, mosolyogni, néha sírni. Menni az úton, mit adott a sors, mely néha gyönyörű, néha torz. Élményözöm emlékek, vágyak, tűnő remények. Tiszta szívek barátsága, percnyi évek boldogsága. Szerelem és harc, száz és ezer arc. Elhagyott az út, amin jársz, de menned kell, mert így lehet csak ember. Menj csak tovább, valahol rád várnak, tárd ki hát szíved a végtelen határnak.
valahogy mindig félúton vagyok. Remélve, nem vagyok útban senkinek, és míg valahonnan bárhová jutok, talpom alá éles kövek görögnek. Valahogy mindig félúton vagyok. Úton a múltból, talán a most felé, s ha elhiszem, szép jelen a vélem, legyek zúdulnak két lábamon. Valahogy mindig félúton vagyok. És néha félek, elfogy a nyullam az út, olykor elfog az a furcsa érzés, hiába meg mindenütt körbefut. Valahogy mindig félúton vagyok. És azt mondják, az út a fontos, nem a cél. Vezet hitem, eltökélt magamban, s hogy minden lépés a csillagokig ér. Valahogy mindig félúton vagyok, mint ki örökké utazni készül. Csomagom könnyű, egy szív és egy lélek, és próbálok úton maradni, nem merül.
Köszönjük szépen a megindító pillanatokat a műsor minden szereplőjének. Ünnepségünk az emlékszalagok felkötésével folytatódik. A ballagó diákok képviselője az osztályoként a következők. A 12. A osztályt Nagy Zsófia és Bartók Róbert képviselik. Megkérem őket, hogy kössék fel az emlékszalagot a zászlóra. És Levente képviseli őket, és megkérni, hogy kössék föl az emlékszalagokat. Kérem Légrádi Kőházi Tímea igazgató asszonyt, hogy tartsa meg ünnepi beszédét, és bocsássa útjára ballagó diákjainkat. Elbocsátlak téged is, mint mindenki. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, és el kell számolnod minden fillérrel, mint magadra költesz. Minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd. Ismét eltelt egy év. Tavaly még kidíszítettétek az osztálytermeket, a folyosókat, ti gyűjtöttétek a rengeteg virágot, és vártátok legjobban, mikor mehettek már végre haza. Most újra itt vagyunk, de ti vagytok díszben. Virágok, ajándékok között. És nektek díszítették a termeket, gyűjtötték a virágokat. Nektek szól a ballagási dal, értetek öltöztünk fel ünnepőruhánkba, és megtettünk mindent, hogy ez a ballagás emlékezetes, megható, mégis vidám legyen. Mit adtak, mit jelentettek és jelentenek számotokra ezek az évek? Mit kaptatok az évek során? Hogyan értékelitek az eddigieket? Miképpen látjátok most, és majd az idő távlatából. Milyen emberré váltatok? Felnőttetek-e a nagy feladatra? Felkészültetek-e kellőképpen az egyre önállóbbá váló életetekben elkövetkezendő, várható nehézségekre és nem várt eseményekre? Meg tudtok-e majd felelni a kihívásoknak? Kaptatok-e elég hitet, megerősítést, szeretetet ahhoz, hogy mindenkor meg tudjátok állni helyeteket? Tudjatok helyesen és bölcsen dönteni, amikor szükséges. Szereztetek-e elegendő tudást, ismeretet, hogy el tudjatok igazodni az útvesztőkben, hogy a bizonytalan, viszontagságos körülmények között is tájékozni tudjatok a világban, hogy egyáltalán tovább tudjatok indulni a számotokra előkészített úton. Erre a sok kérdésre mind a saját szívetekben találtok választ, és bíznatok kell abban, hogy a legtöbb kérdésre a felelet egyszerűen igen lesz. Mindenki képes elérni célokat. Ne hagyjátok, hogy elbátortalanítsanak, amikor szeretnétek valóra váltani egy álmot. Végül használjátok ki, hogy fiatalok vagytok.
akkor is ragaszkodjatok álmaitokhoz és céljaitokhoz, ha a megvalósításuk lehetetlennek látszik, mondta Scott Jüre. Most eljött a pillanat, amikor itt hagytok minket, és kiléptek a nagybetűs életbe, ahogy azt mondani szokás, és talán sosem néztek vissza. Kicsit hírigykedve, mégis féltő szemmel nézek most rátok. Mától egyre inkább csak magatokra kell támaszkodnotok, új akadályokat kell átlépnetek, és lesz nehezebb gondotok is, mint egy dolgozat megírása legalább kettesre. Mostantól nem tesz körül benneteket iskolán szeretete, és tanáraitok féltő tekintete. Nos, úgy látszik, hogy ez az életrendje. Mindig máshová kerülünk, és amikor már megszoknánk és megszeretnénk új helyünket, újból mennünk kell. Pár éve még kis gólyák voltatok, és nektek kellett a gólya héten végigcsinálni a visszagondolva kacagtató feladatokat. Most ballagtok. Remélem, majd csak a szép dolgok maradnak meg emlékezetetekben, és örömmel néztek vissza régi iskolátokra, és sosem felejtetek el, honnan indultatok, és mennyi mindent tettetek azért, hogy eljussatok ideáig. Köszönet és hála illeti szüleiteket a féltő gondoskodásért, támogatásért, és azért, hogy hittek bennetek, és bennünk pedagógusokban. Most kezdődik el igazán az életetek, de azért még szükségetek van szüleitek és tanáraitok tapasztalataira, tanácsaira. Mi továbbra is mindig mellettetek állunk, és segítünk benneteket utatokon. Hiszen azért vagyunk itt, hogy mindent megtanulj, hogy az évbe szállj, nehogy a porba bújj, mondták költők. Tanáraitoknak tisztelettel adózva, joggal bízom benne, hogy sikeren sem felkészültetek az előttetek álló érettségére. Most útra engedünk benneteket, de fogadjátok meg Howard Arnold Walters szavait. Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem. Tiszta leszek, mert vannak, akik törődnek velem. Erős leszek, mert olyan sok a szenvedés. Merész leszek, mert annak kell lennem. Barátja leszek mindenkinek, ellenségnek társtalannak. Ajándékozom, és elfeledem az ajándékot. Alázatos leszek, mert megismerem a gyengéimet. Felnézek, és nevetek, és szeretek, és magasba emelek. Köszönjük szépen igazgatóasszony ünnepi gondolatait. Most pedig kitüntetések, elismerések átadásával folytatódik ballagási ünnepségünk, hiszen a 12. évfolyam diákjai tanulmányi, sport, művészeti és közösségi tevékenységünkkel is hozzájárultak az iskolánk jó híréhez. Megkérem a díjakat, elismeréseket átvevőket, hogy a méltatás idejére legyenek kedvesek, ide álljanak a díszasztal elé, majd hallgassák végig a méltatást, és ezt követően mehetik át elismerésüket. Tisztelettel felkérem ismét igazgatóasszony, illetve Bátori Gabriella, Barkóczi utcai épületvezető igazgató helyettes asszony, hogy adják át a ballagó kitüntetéseit. Iskolánk kiemelkedő kitüntetése az Eszterházi Károly Egyetem gyakorló iskolájáért emlékére. Ezt egy olyan diák kaphatja, aki lelkiismeretes, eredményes munkájával jelentősen hozzájárult a gyakorló iskola jó hírének örökítéséhez. Az érem egy másolny díszdobozban elhelyezett kör alakú tár, mely egyik oldalán az Eszterházi Károly arcképe látható, a másik oldalon pedig az iskola emblémája. Az elismerés része a kitüntetett számára készült és nevére szóló díszoklevél. Az adományozásról a tartástülettől érkező javaslatok alapján az iskola vezetősége dönt, a szülői közösség és a diák önkormányzat egyetértésével. Az Eszterházi emlékére aranyfokozatát idén elsőként egy 12. C-osztályos diák veheti át. Megkérem, hogy fáradjon ki, Magyar Elemény. Ellenér 13. éve iskolánk tanulója, végig a Barkóczi utcai épületben tanulta a 6. osztályútól, tanulmányait kis gimnáziumban folytatta.
Az általános és gimnáziumi tanulmányai alatt végig kitűnő tanuló volt, több tantárgyból dicséretes eredményt szerzett, az osztályközösség aktív tagja, aki személyiségével, hozzáértésével sokat tett a közösség formálásáért. Kisfilmjei több pályázaton is szerepeltek sikerrel, de több területen bizonyította komplex látásmódját, ezt alátámasztják versenyeredményei is. Többek között a kalandozó történelmi vetélkedő a sok nemzetiségűvé vált Magyarország elnevezésű háromfordulós verseny országos harmadik helyezettje, a Varázstorony vetélkedő megyei második helyezettje, a Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei harmadik helyezettje, valamint a Ki tud többet Egerről városismereti verseny városi ötödik helyezettje, kísérje további siker útján. Elemért gratulálni! Emlékérem ezüst fokozata következik, aki átveheti, szintén egy 12. C-osztályos diák, és őt úgy hívják, hogy Bogács Bianka. Bianka is 13. éve iskolánk tanulója, általános és középiskolai tanulmányait is a Barkóczi utcai épületben végezte. Gimnáziumi tanulmányai alatt végig kitűnő volt, több tantárgyból szerzett dicséretes eredmény. A közösség életében meghatározó szerepet töltött be, egyéniségével, véleményével segítette az osztályközösség munkáját. Irodalmi és énektudásában többször is gyönyörködhettünk az iskolai ünnepségek alkalmával. Számos versenyen vett részt az iskolákban eltöltött évek alatt, melyeken természetesen szép helyezéseket szerzett, csak egy-kettőt ezek közül a kalandozó történelmi vetélkedő országos harmadik helyezett lett a Bolyai anyanyelvi csapatversenyben megyei harmadik, és a Ki tud többet Egerről városismereti versenyen városi ötödik. Sok szeretettel gratulálok, további sok sikert kívánok! Az emlékérem ezüst fokozatát veheti át következő tanulónk, mondhatni a borsó meg a héja. Tisztelettel szólítom Bogács Levente 12. C-osztályos tanulókhoz. Fáradjon neki! Nem árulok el újdonságot, ha elmondom, hogy Levente is 13. éve iskolán tanulója, és végig itt a Barkóczi utcai folyosókat koptatta. Gimnáziumi tanulmányai alatt végig kitűnő volt, általános iskolai és gimnáziumi éveiben több tárgyból szerzett dicséretes eredmény. Személyiségével, egyéni látásmódjával segítette a közösség munkáját, életét, irodalmi, zenei és énektudását többször hallhattuk az iskolai ünnepségek alkalmával, számos versenyen vett részt, a Bolyai anyanyári csapatverseny megyei harmadikja és a városismereti vetélkedőn ő is ott volt, valamint a szaváriai történelem tanulmányi versenyen megyei hatodik helyezett lett, további sok sikert kívánok Levente-nek is. Még egy emlékérmünk maradt, ez pedig egy bronzfokozat, aki átveheti, a 12. A-osztályt képviseli. Kérem, hogy fáradjon ki, és álljon ide a díszasztalhoz. Pápai Stefánia. A fiatal hölgy a 4 gimnáziumi év folyamán kitűnő vagy jeles tanulmány eredménnyel példamutató magatartásával tűnt ki. A közösségért mindig lelkesen dolgozott, társa jelölt tekintélye van, ahogy azt hallhattuk is, melyet szerény, de határozott viselkedésével vívott ki. Rajzszagozatosként részt vett az iskolában lezajlott művészeti versenyeken, nem csak mint diák segítő, hanem aktív versenyzőként is. Eredményei hűen tükrezik szakmai fejlődését, csak egy-kettőt említek ezekből. Heves megyei középiskolai rajzversenyek különdíjas, illetve második helyezett le, és idén a parafrázis országos festészeti versenyek második helyezett.
szereplést ért el Stefánia, további sok siker kísérje utadat. Kimagasló iskolai kitüntetés az Eszterházy Károly Egyetem gyakorló iskolájának jó tanulója, jó sportolója elismerés. A díjat azoknak a diákoknak adományozza a bíráló bizottság, akik kiemelkedő tanulmány, illetve sporteredményünkkel, magatartásukkal társaiknak példát mutatnak. A kitüntetés formája egy serleg, a talpazatán lévő lemezbe belevésve a díj neve és az adományozás éve. A kitüntetés odaítéléséről az iskolavezetés és a szülői közösség képviselőiből álló bizottság dönt. Idén a díjat és a hozzájáró elismerő oklevele Virág Petra 12. B-osztályos tanulmányát. Petra 4 éven keresztül példamutató magatartásával, közösségi munkájával, jó tanulmányi eredményével és kiemelkedő sport teljesítményével járult hozzá iskolák hírnevének öregbítéséhez. Legjelentősebb sporteseményei az alpesi sík sportághoz köthetőek. Országos diák olimpia első és harmadik helyeket látok én itt felsorolva különböző években. Szívből gratulálunk, további sok sikert kívánok! A művészeti nevelését és tevékenységét alapítvány irodalmi díja következik. Sok éves szép hagyományunk, hogy a művészeti nevelését és tevékenységét alapítvány a művészeti nevelés terén kiemelkedő eredményt elért tanulóikat 3 kategóriában jutalmazza, a díjazottak könyvutalványt és oklevelet vehetnek át. Irodalom kategóriában ebben a tanévben az első díjat Cséke Brigitta 12. C-osztályos tanuló veheti. Brigitta a 9. évfolyamtól az osztály tagja, irodalom iránti vonzódása korán megmutatkozott, így Brigitta több éven keresztül vett részt az iskolai műsorokban. A költészet iránti vonzódásának köszönhetően szép eredményeket ért el a városi, megyei és iskolai szavaló versenyeken, valamint városi pályázatokon. Lelkes közösségi ember, aki segítette tanárai, osztálytársai munkáját, szűkebb közösségének is aktív résztvevője volt, így hiányozni fog ebből a közösségből is, és találd meg az utadat, sok sikert kívánok! Azok a tanulóink, akik a 4 gimnáziumi év alatt minden évben jeles rendű tanulmányi eredményt értek el, oklevélben és jutalomban részesülnek, őket szólítom most ide a díszasztalhoz. Elsőként kérném, hogy fáradjon ki Bajzett Dávid a 12. B-osztályból. Dávid 4 éven keresztül példamutató magatartásával, szinte hiányzásmentes iskolába járásával és jeles rendű tanulmányi eredményével az osztály legeredményesebb tanulója, szívből gratulálom. Kérem, hogy fáradjon ki és vegye át elismerését Bartók Bianca 12. C-osztályból. Bianca a gimnáziumi évek alatt végig kiemelkedő tanulmányi eredményével, példamutató magatartásával és a diák önkormányzatban végzett munkájával hívta ki társai és tanárai elismerését. Ez a lelkesedés kísérjen, sok sikert kívánok és gratulálok! A 12. C-osztály képviseletében várjuk ide Kocsis Ivette. Kivett a gimnázium évek alatt végig kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el példás magatartásával és az országos angol versenyen elért megyei második helyezésével érdemelte ki ezt az elismerést. Gratulálunk!
Még ebből az osztályból, tehát a 12. C-ből szólni tanám Lakatos Boglárkán. A gimnázium évek alatt végig kiemelkedő tanulmányi eredményével, példamutató magatartásával és a diák önkormányzatban végzett munkájával díjtak a társai és tanárai elismerését, további sok sikert kívánok! A mai ballagás ünnepségünkön oklevelet vehet át Lékó Eszter, 12. B osztályos tanuló, akit úgy szintén megkérek, hogy fáradjon ide ki hozzánk. Eszter szintén 12 éve iskolán példamutató magatartású és kiváló szorgalmú diákja, a tanulmányi eredménye kiemelkedő, közösségi munkája, segítőkészsége pedig példaértékű. További sok sikert kívánunk! És végül, de nem utolsó sorban szólítanám Tari Eszter, 12. B osztályos tanulót is, hogy fáradjon ide ki a díszasztalhoz. Négy évig példás magatartásával, kiváló szorgalmával, jeleslenő tanulmányi eredményével és közösségi munkájával mutatott példát diáktársainak gratulálunk a búcsúbeszédhez, és további sok sikert kívánok! Azok a tanulóink, akik a négy gimnázium év alatt példaértékű közösségi munkát végeztek, mind az osztályukban, mind az iskolában, oklevélben és jutalomban részesülnek, kérném, hogy fáradjon ki és vegye át jutalmát Szendrei Gréta, 12. B osztályból. Gréta 12 évig volt iskolánk aktív tagja, közösségi munkájával, szervezőkészségével, a DÖK elnökeként nagy odaadással látta a munkáját, irodalmi pályázatok díjazottjaként öregítette iskolánk hírnevét, további sok sikert kívánunk neked is! Szeretettel várjuk ide Fónan Józsefet, a 12. C-ből. Tűnik maga sem hiszi, de kiemelkedő közösségi munkájával, a közösség tenni akarásával tűnt ki társai közül. Kísérjen, ezt tovább utadom, további sok sikert neked is, és köszönöm. Még egy díj marad igazgatóhelyettes asszony kezében, de még kettő lesz. Az utolsó előtti díjazott, aki átveheti a közösségi tevékenységét járó elismerést, nem más, mint a 12. C-osztályos Komóci Már. Már kis kiemelkedő közösségi munkájával az iskola és az osztályközösség formálásában betöltött kiemelkedő szerepével érdemelte ki ezt az elismerést, szívből gratulálunk. Tisztelt vendégeink, kedves ballagó diákjaink, akik már a tavalyi ünnepségünkön is itt lehettek, azok voltak elsőként tanúi egy új díj születésének, hiszen a tavalyi évben alapítottuk a Spé Futuria jövő ígérete kitüntetést. Ezt az elismerést magánszemélyként iskolán tavaly leköszönt igazgatója Sándor József alapította, aki tisztelettel megkérek, hogy fáradjon ide, és adja át ezt az elismerést annak, aki ezt az igen magas kitüntetést az idei tanévben kiérdemelte.
Az elismerést tehát évente egy alkalommal az a végzős gimnáziumi tanuló kaphatja meg, aki tanulmányait kitűnő eredménnyel végezte, továbbá közösségi művészeti tevékenysége is példaként szolgál a tanuló ifjúság számára. Az elismerés egy a dr. Mátyás Ferencné Trükkmánia művész tanár által tervezett díszoklevél, valamint egy arany vagy ezüst pecsétgyűrű, melyen az iskola logója látható. A jövő ígérete díj aranyfokozatát azon végzős tanulónk veheti át, aki általános és középiskolai tanulmánya során végig kitűnő tanulmányi eredményt ért el, továbbá művészeti közösségi munkája is kiemelkedő és példaértékű volt. A díjazott személy fényképét, nevének, a díjazás dátumának, valamint rövid laudációját is az iskola Spe Futuri emlékfalán, valamint az iskola honlapján is elhelyezzük. Ebben a tanévben a végzős 12. évfolyam tanulói közül, tehát másodjára az intézmény történetében átveheti ezt az elismerést. Magyar elemér 12. C-osztályos tanulója. Sok mindent elmondtuk elemérről, de van még egy-két gondolat, amit hozzá tudunk fűzni ebben nemes kitüntetéshez. Elemér gyakorlóiskola tanulmányai 13 éve alatt, tehát végig kitűnő tanuló volt, mindenkori osztályának aktív szervező tagja, művészeti tevékenysége leginkább az által alkotott filmekben teljesedett ki, kisfilmjei több pályázaton is szerepeltek. A Provértes közalapítvány összefogással a természet értékeinek megőrzéséért pályázott kisfilm országos első helyezettje, valamint a Duel országos rajzfesztivál az év online médiuma országos harmadik helyezettje. Szívből gratulálunk, további sok sikert kívánunk neked! Köszönjük szépen! Azt gondolom, még egy taps és egy ováció jár a kitüntetetteknek és az összes végzős diákunknak. Hiszen igen nehéz éveken vannak túl, reméljük, hogy emlékezetes évek is ezek. És hogyha már a hagyományoknál járunk, az elmúlt tanév ballagási ünnepségén szintén egy új hagyomány teremtettünk azzal is, hogy egy meglepetés dallal kedveskedtünk a búcsúzó diákok számára, most sem lesz másként. Felkérnék Kocka Anézia 9-á, Lukácsi Boldizsá 9-á, Antal Anett 10-á, Aleva Zsófia 10-á, Hegyi Máté 10-ik, C és Vince Bea 9-ik A-osztályos tanulókat, hogy fáradjanak ki. Amit előadnak, az nem más, mint a Coldplay dala Viva la Vida. Thank you.
Tisztelt vendégeink, kedves szülők, hozzátartozók, testvérek, barátok, tisztelt végzős diákjaink, ezzel a produkcióval ért véget a 2017-18-as tanév gimnáziumi ballagása. A következő hetek, hónapok kihívásaihoz sok erőt kívánok a ballagó diákjainknak. Teljesítsétek úgy az érettségi kihívásait, ahogy azt megálmodtátok. Köszönjük szépen a ballagási ünnepségünkön résztvevőknek, hogy megtisztelték rendezvényünket jelenlétükkel. Köszönjük szépen az elnökségnek is, hogy itt voltak velünk. Ünnepi műsorunk zárásaként elsőként elénekeljük közösen a szózatot, majd a zászló kivitel után kérem, hogy először a ballagók vonuljanak el, majd az elnökség tagjai, utána pedig az osztályfőnökök vezetésével az alsó évfolyamok. További kellemes napot kívánunk mindenkinek! Köszönöm,